Jó reggelt, Birtám! Komolyan mondom, mi volt ez? Mi volt ez? Jó, hogy nem szól, mi zállal egyetek éppen csodálatos az MTZ, de kell gyenge lenni. Nem hallottad meg? Szép MTZ, jó MTZ. Dolgozzál szépen, nyomjad neki. Jaj, hogy rúg, úristen, gyerekek, komolyan mondom. Rossz nézni, ahogy egyébként ez az MTZ dolgozik. Jaj. Jó, nem is mondok semmit egyébként. Mert az a baj, hogy már egy kicsit kezdenek ezek a gépek ugye gyengék lenni a keepernek. Úgyhogy most nagyon arra hajtunk, hogy fut a keeper. Nagyon arra hajt a keeper, hogy okozunk magunknak egy kis csodát. Veszünk nagyobb gépeket. Remélem. Na mennyi már, na! Ez is figyeld, oda néz, rúg minden... Jaj, figyeld. Ennyi a vége? Várj, ezen lehet, hogy a tem... Jaj, ezen a tempomat be van állítva, ugye? Mert ugye nem is tudom, mi volt, ez ott sorskártya. Sorskártya van. Gyerekek, ezt meg kell csinálni. Meg hadd dolgozzanak. Pörög a kerék, de nem megy a gép, látjátok, itt vannak a bajok. Le vannak kovva a gumik, meg minden csoda dolog történt. Ezt is kellene. Nem gépi munkással, hanem a keeper fogja nyomni, mert gyorsan kell itt cselekednünk. Jaj, ne. Jó. Oké, gyorsan végezni kellene a kultiválással. A vetőgépek szaladjanak, mint az őrület. Közben, megmondom őszintén, lehet, hogy egy kicsit csinálunk egy kis pénzt, hogy amíg a vetőgépek dolgoznak, meg fogjátok látni, hogy hogyan. Mert minden egyes kicsi forintocskára így szükség. Hú, el kellene vinni gyerekek a izét, a tojást. Meg kellene nézni, hogy doboz tojás mit ér. Vagy mennyi van benne, mert igazán... Várjátok, a betároltat nem mutatja? Nem, mert az csak izében mutatná. Tudjátok mivel. Meg mivel viszem egy alog? Nincs olyan egy büdös járművem sem már. Nincs szabad gépem. Komolyan nincs szabad gépem? Hú, változtatni kell a dolgokon, mert úgy látom, a keeper az le van rongyolódva egy kicsit. Na, nyomjuk neki gyorsan, ne tököljünk. Figyelj, oké, ott fordul az MTZ, a Crystal is utoléri, gyerekek. Így verseny alakul ki, úgy látom. Na nem a fordulókör. Jó, a fordulókör még mindig a sajátja. A kristálocskának, egy kicsit szép, ja, jó, eltaláltam a szélességet. Ott kell nézni a légszűrőháznak a pöcsét, akkor vagyunk jók, hogyha az pont, nézd meg, az pont megy a vonallal, látod? Ott van a légszűrőháznak a pöcse, tetején, van egy ilyen kis csavar, azt kell nézni, így. Akkor hibátlan. Az épp, hogy egy kicsit rajt menjen a vonalon, de inkább balra. Ugye? Oda nézni, hogy van. Ki van találva? Be kell nézni valamit. Még arra emlékszem, amikor vezetni tanultam bármilyen személyautóba, akkor volt az, hogy mikor ilyen országúti vezetés volt, akkor mindig azt csináltam, hogy benéztem a műszerfalon egy pontot, és ott menjen a sárga vonal, akkor volt a jó. Most már ugye nem kell ilyen, de amikor még figyelned kell, hogy hogy vezetsz, meg hol mész, akkor még így jó volt segítségnek. Itt is egyből azt alkalmazom, látod? És akkor te pont a szélességed viszed. Jaj, de jó! Nagyon örülök, egy kis támpontot kell magamnak, mert különben még amíg nem érzed a gépeket, vagy épp az autót, addig muszáj, csak hát most visszafele ez nem nagyon fog működni, mert nincsen pöcse ott semminek. Nem tudom, várjátok, ki, valamit kitaláló. Hát itt a sárvédő menjen egy vonalba körülbelül a tarló szélével, akkor talán, hogy jó. Itt a jobb oldalt, a kormány mellett a sárvédő a kis ablakon kinézel. Ah, kb. Látod? Így a tarló szélével mész. Úgy nagyjából jó. Ja, nagyon jó. Műtrágya, azt nézem, hogy még minden van a vetőkbe. Jó lenne végezni a T-150K-val, és akkor gyorsan el tudnám a pótkocsit nekik vinni. Hogyha éppen tölteni kell, mi szerintem addig végzünk is, mert mennyiszer? 1, 2, 3, max. 4-szer kell húznom. Jó lesz, gyerekek! Jaj, bocsánat! Egyébként néha úgy belefeledkezek a dolgunkba, beszélek, de olyan, mintha magamba gondolkodnék, komolyan. Azt így rájövök, hogy videót csinálok, kellene valami kis szórakoztatás, egy kis ének, muzsika szó, vagy valami. Jó. Ah, jó, van, oké.
Mit, valami történt? Művelj meg 10 hektárt. De jó nekem, megműveltünk 10 hektárt. Egyébként kíváncsi vagyok, hány órát tőlünk bele ebbe a mentésbe. Ugye nagyjából ugye meg is lehet nézni, amikor betöltöd, akkor ugye kiírja, megint a pöcsét kell nézni annak a négyszülőháznak. Kiírja, amikor töltöm be, meg ugye könnyű, nagyjából ki lehet számolni, hogy hány óra, mondjuk 30 rész, az kicsit több, mint 30 óra, szerintem olyan 35 óra. Kíváncsi leszek, hány óra alatt meg lesz meg ilyen nagyon alapról a 1 milliárd euró, mert most már nem is, teljesen elvetettem azt a annak az esélyét, szerintem nulla annak az esélye, hogy nem lesz meg, mert én úgy érzem, meg lesz. Jó, oké. Egyébként figyeljétek, az MTZ, igaz, hogy előbb is indult, de jobban fogy belőle a mag. Ja, tartják itt a... Sanyi meg közben valamit ás. Mit ásol, Sanyi? Ne ás el annyira, úristen! Fordulókör. Egyébként, hogyha másik felé mentem volna végig, akkor jó lett volna, hogy nézem a pöcsét a légszűrőháznak. Ugye mehettem volna fölfele is ott a bal oldalon. Szóval nem lenne ilyen gond. Nem vagy gyerekek, jó vagyunk. Azt hiszem, hogy az MTZ tartja az iramot, szóval nem lassult be. Az Eto Kristál se sokkal erősebb, nem is tudom, 5-tel? Ugye az egyik a 110 lóerő, a másik a 115. Szóval nem nagy különbség van köztük. De kezd kevés lenni. Meg lesznek tarva műtrágyázás, permetezés, ilyenre, de kellenek ide nagy gépek is, mert ez kevés lesz. 58%-on van műtrágyában, 63-ban a másik. Bőven jók leszünk. Kb. Arra fogunk végezni, amire mondhatni, hogy üresednek. Nekünk még egy 3 kör van körülbelül itt, vagy 2, nem 3, mert 2-be ez nem fog beleférni. Super, super gyerekek, super. Szép forduló. Visszatérés. Hoppa, 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 a pöcsét nézed, a pöcsét. Légszűrőház pöcse. Póton volt a teli hordó, mi? Ez mekkora duma volt, még long drive-ba. Ja, valaki javasolt a long drive-ot játszok, meg van tudom néhányan vagytok, akik long drive-ot, hogy bírtátok. Csak abban a játékban valahogy a content az ilyen, nekem számomra egy kifullad egy-két óra alatt. És igazából nem tudok már mit csinálni, mert gyakorlatilag ilyen tök repetitív lesz. Ugyanazok a dolgok ismétlődnek folyamatosan, például megyünk, és akkor megállunk a következő háznál, ott kilutoljuk, találunk egy kereket, felrakjuk. Megyünk, következő épületnél, megyünk. Nincs, meg tudjátok mi a probléma? Abban a játékban is úgy voltam, azért tűztem mindig magamnak ilyen célt ki, hogy legyen meg ez a lada, legyen meg ez, legyen meg az, hogy ott is lada, tudjátok, régen volt, mert nincs cél. Mert ugye ott van, hogy oké, mamához érje, de ugye az nincs az a cél, mert az gyakorlatilag nincs is benne a játékban, csak ugye a készítők azok beleraktak egy olyan célt, ami nem elérhető, meg nem is létezik, mondhatni. Na, így gondolom, hogy akkor tudom látni a pöcsét a másik oldalt is, és ezt valószínűleg nem fogom tudni egyszerre lehúzni, úgyhogy nem baj. Műtrágya 48%, tök jó, végig megyünk, fölmegyünk, kb. Pont arra végzünk. Hát ez pont nem lesz, meg nem baj, semmi van, gyerekek. Olyan. És a vetőgépek mellett szerintem lesz egy kis időm, bár megint nincs gépem, most tudom, hogy tojást eladjuk, elvisszük gyalog, vagy nem tudom, a hóba ugye oda kell vinni. Jó, ezt itt meg is fogja egybe. Jó. Pont, épp hogy, ez úgy utálom, mert biztos, hogy egyik oldalt majd elmarad egyszer csak egy ilyen kis csík. Aztán ugye ugyanúgy kultiválhatod, de talán nem. Sanyika, te mit teszel? Mi az? Jaj, gumijáték, jó van. Megint már kénylódik itt. Ja, a vetők is azok szörnyen szűkek.
Bár nincs semmi gond velük, mert annyit kell csinálni, hogy veszünk bele a hármat még, aztán mindjárt hamar megvan. Úgyhogy nem nagyon kell megérni a kicsi gépektől, sokan arra gondolnak, hogy jaj, a kicsi gép, úristen, milyen sokáig tart vele, figyelj, lenne még öt, aztán pikpak végzel. Nem? Mondjuk nem egy nagy érvágás, hogy pici izében, pici vetővel dolgozol, csak több legyen belőle. Ugye, mit tudom, 5 méteres, 10-ből már mindjárt 50 méteres, nem? Ho-ho-ho-ho. Meg is van oldva a nagy keleti kérdés. Várjál, adok neki egy... Későn raktam le. Adok neki egy gép... Nem tudok adni neki egy gépi munkást. Nem szeret végigmenni itt. Végigmegyünk, és megnézem azért a földet, hogy akkor az kétszer van trágyázva értelemszerűen. Na, hozhatjuk a műhelykocsit. Tisztán lassan beelőzi bazeg. Lehet, hogy jobban fordul valamit, vagy valamit jobban csinál. Okay. Na, azért ez már főre javálva. Jobb mind ott a szembe. Emlékeztek a pici földekre? Egyébként ez a gép ez nem kérdez vissza, ez a szántáson is úgy dörgöl, mint az őrült. Nyomják a gyerekek. Bevisszük egyelőre most, ez nem kell. A műhelykocsit kell kivönnünk. De egyébként a műhelykocsit oda kéne időzíteni, ahol amikor éppen kifogynak, ugye? Így fölvesszük a műhelykocsit. Igazából gyorsan tudunk közlekedni a 1050 kával vele. Hoppá, itt külső nézet, mert ezek a kerekek. Ebből is fogy az üzemanyag, azt is kellene ám lassan hoznunk. Pár hordóval akkor nem kéne gyalogolni. Vagyis nem kéne emelni, nem gyalog megyük az benzinér, az üzemanyagér. Érdekes, hogy nincs külön választva az üzemanyag, nem? Van, nincs benzin, meg nincsen gázolaj, minden üzeje, minden. Minden gázolaj, amely itt. Ezek szerint. Jó, hát itt megállunk. Itt nem zavarunk senkit. Nézzük meg, melyikből fogyott jobb. Igen, az MTZ-ből. Figyeljetek, elmegyünk majd oda. Szép, jó, nem meleg a motor? Köptjél rá, bazze! Köptjél rá! Hengerfej nem áll megrepet, ez a pótkocsi, ez gyönyörű. Ennek a festését azért eltaláltuk, nem? És ez elmondom nektek, ez tök ugyanaz a pótkocsi. Nézd meg a felnéjét. Mint az a turha. Ez komolyan mondom, csak újba. Nézd meg! Ez tök ugyanaz. Felépítése, minden. Ez paróra ugyanaz. És köszönöm. Tényleg tök ugyanaz. Befújok alá. Jó. Tojás tekére futni vele. Elbocéknézzünk a beútba. Így meg kéne nézni, hol van a beút. Hol van a tojás. Ez egy üzlet. Téma. 4000. Jó van, tök mindegy most mennyire adjuk el, mert most nem pörgetünk az időbe, de egyet ki akarok próbálni. Második értékesítő almas, ott nagyon jó a tojás. Aztán az hol van testvéreim az úrba, komolyan. Ó, be van a faluba, elfutunk a faluba egy tojás, gyerekek. Jaj, futás vagy! Addig meg hadd dolgozzanak, figyeljük, 19%, jó. Okay. Futók a tojás. Tikok, jó dolgoztatok. Megnézzük, mennyit kapunk érte, oké? Okay? Arkon Bokron keresztül elfut a kip. Jaj, összetöröm a tojásokat, vigyázzál vele. Dobálni kell, hallod? Nem kell tojás, vegyél tojást! Jó, nem hülyeskedek. Úszik a vizet a tojás? Hallod, ezt a dobozt elvesztem, tuti, amire odaérek. Tuti, hogy elvesztem. Élére viszem a tojást, kisebb a... Így a legkisebb a légellenállás, hogy gyorsabban tudok futni vele. Igye. Már rohanjunk a tojásra. Ez mi van itt? Itt mi ez, hallod? Ja, itt a benzinkút. Jaj! El ne veszem, bazzá, hallod? Eddig együttem. De hogyha gyerekek, ez 4000-et ér egy ilyen doboz tojást, azt elmondom nektek most,
hogy 1000 tikot fogok venni instant. És komolyan. Figyeljetek, az 20 volt nyitik. Az összes pénzemet arra költöm. Megnézzük, ez mennyibe kerül. Hát, ezek úgy tolják a tojást, ezek, minthogyha csak úgy tojnák. Táblak, jaj, ne veszíts be az a mély, magas fűbe. Hoppá. Ez fájt, meg kongott. Himmeni, hogy van ez a... Vilitus Santi, tudjátok, amikor kong van, van az a mém. És újabban rálakják mindenre. Himmeni no patre, Vilitus Santi, nem tudom, hogy van. Na nézd a tojást, mennyibe megy. What? What? Mi van? Mennyi? 25 euró volt ez a tojás. Ki mondta, hogy a tyúkok nagyon jó üzletek? De várj, 25 volt egy tojás. Akkor ez hány tojás volt? Mert ugye mennyire adtuk el? 5000, 4000. Akkor ebben hány tojás volt? Kettő? Hát ne varítsál! Ne varítsatok, tyúkok! És most mit ír, hogy hány tojásom van? Kezdek vaduni, 5 liter tojásom van. Igen, elvitték az egy róka, vagy mi? 5 liter tojás. Ebben a dobozban hány tojás van, gyerekek? Ha 25-et adott érte, akkor ez mi? 1 liter tojásnak számít? Mert 10 liter tojás... Ha 1000 liter tojás 5000, akkor 100 liter tojás 500. 10 liter tojás. 1 liter tojás. Nem, nem. Ez egy doboz, 1 liter tojás van benne. És akkor ebből kell 1000 darab. Akkor kapok 5000-et? Ja nem. És nagyon megkeveredtem, nem, várj, 5x5, 5 liter tojás, ugye? Ez 5 liter tojásnak számít meg, számít, ugye? Jó számolom, gyerekek? Körülbelül, ugye? 5 liter tojásnak számít. Mert ugye 10 liter tojás 250, 100 liter tojás 2500, és 5000-be kerül. Hát én nem tudom. Belekeveredtem nagyon keményen. Jaj, várja! Hit! Jaj, megállt a melós! Ne viccelj! Hol van az MTZ? Gondoltam a legvégén, hallod? Hol is máshol? Nem baj, türüközünk neki! Menj, indulj el! Indulj neki! Mondjuk nem értem a Zetor Kristál az hogyan produkált kevesebb fogyasztást. Milyen megyünk, gyerekek. Jövök haver! 300-ak, jövök, nem baj. Öcsém még ez is megszenved vele. Oda nézi. 12-vel. Egy százalék. Fogyjál már ki, na. Pont kifogyott? Ne, megőrülsz, aki pont kifogyott. A másikat is töltsd meg. Léci. Megint nem akar becsukorni. Csukodj be! Úgy, a másikat nyisd ki. Ne, azt a másikat mondom. Ó, te vadító! Nem tudsz köztük váltani, hanem éppen amelyik kinyílik, ahogy ő neki kedve tartja. Jó. Innen elvileg. Innen elvileg nem trágyázott, vissza kell addig tolatni, mert ő elindult, nem érne.
Így van, jó. Mehetsz. Nem akar. Jó, mennyi? Egyébként elmondom nektek, ő átlapolva megy. És nem én raktam úgy, mert ő is átlapolva, ugyanúgy állítottam be. Átlapolva megy. Szerintem azért fogyott ő neki kevesebb, mert ő nem olyan hatékonyan dolgozik. Jó, menjünk a másikhoz. Az MTZ-hez. De egyébként nézd meg azt a azokat a fotkocsi gyerekeket. Már tiszta spintájos hangulatom van, ott néz. Ez több mint durva egyébként. De jól néz ki, komolyan. Na, MTZ-t is meg kéne akkor tölteni. Ugye nekem itt nem lesz egyszerű azért a művelet, mi? Van itt probléma. Hát még egy vető is talán el kellene. Ekkora föld, úristen! Meg megint a logisztika, megint eltököltük az időt a tojásokkal. A tojásaimmal eljátszok. De hát akkor a gyerekek, a tyúkokból nem kell meggazdagodni, úgy érzem, ha csak nem lesz belőle millió darab. Nem tudom, meg kell nézni a többi állatot, hogy mi kell neki, meg hogy kell neki, nem? Mert tényleg itt valami ki kell találni, valami nagy pénz újjon az Elevator Keepernek. Húristen! A sorskártya! Azt a rohadt élet, befeledkeztem, bocsánat! Tényleg nem szándékos volt. Mária. Ja. Töltsük meg. Oké, okay. A másikat is? Nem hajlandó, gyerek. Nem hajlandó. Töltsd meg! Oké. Okay. Sajnálj, akkor épp a kert. 10%-t fel. Oké. Jaj, de van baj! B. V. Megfordítalak. Jó. Megfordítanám, hogyha nem akkora fordulóköre lenne, mint hektár. Aztán mennyi visszafele szépen okosba. Egyébként tényleg nem nagyon lehet kitekerni a kerekét ennek. Nem a leg frankóbb. Na, dologra paraszt, mert nem lesz belőlük semmi tényleg. Jó, itt meg ne csörögjél, itt légy szíves. Ne csörögjél, álljál meg. Tojás dolog egy kicsit fölrántott. Oké, gyereke, hát akkor abban nem nagyon kell pénzt keresni. Várjátok, megmondom őszintén, hogy meg kéne nézni az állatokat, hogy mi kell neki minden egyének. Ennek hiába csak vicc kell, hát ez sose fognak ezeket olyni. Hát mennyi pénz? Ez sose lesz ebből nagy pénz. Jó, ennek még mennyit kell... Vagy vetnie eddig, a másiknak meg addig. Egyébként nem haladunk olyan rosszul, mindjárt megnézzük madártáblakból. Jaj, bazze sorskártya! Mindig elfelejtem. Hát körülbelül kevesebb, mint fele van meg. De jó van. Kell venni valami nagy vetőt is, mert ez tényleg szar, vagy pedig kell többet venni. Jó, bocs a sorskártyáért. Hogyha esetleg, nem tudom, hogy lesz, nem tudom, mit húzunk egyelőre. Na, pörgessük, mert elfelejtette a Keeper, bazze! Tadá! Ott a fiú! Nem mondod! Melyik volt az utolsó? A T150K, ugye? Abba csak beültem, azt nem használtam. A T150K-ba elfogyott az üzemanyag, úgyhogy ezt gyors meg is csinál. Nem szívózol ki? Aj, ne! Jó, sorskártya gyerekek, elvileg devmod basszam, ki tudom üríteni. Várjál, hogy kell. Várjál, tudod mit?
Mentünk egyet, mert a Keeper kitörli az összes izét, járművet. Akkor meg úgy boldogok leszünk. Hogy kell kiüríteni az üzemanyagot? Arra gyere rá. Valahogy ki lehet a MT. Szerintem ez volt. Nem. De... Lement... Nem. Nem tudom kiüríteni szerintem, megmondom a frankot, de azt kellene csinálnunk gyerekek, hogy akkor, ha vegyük úgy, hogy kiürítettük, már nem mozgásképtelen, oké, ilyenkor azt kell csinálni, hogy mozgásképtelennek van titulálva mindenképpen, tehát hogyha nem megyek el üzemanyagért, akkor nem tudom használni, jó? Nem tudom, az volt pedig az, hogy kiürítnem, de nem úgy tűnt, mint hogy nagyon ürült volna. Meg kell menni üzemanyagért. Alisten van olyan modifikáció. De lehet, hogy kellene egy nagyobb kannával hozni. Mindjárt megnézzük, hogy mi van. Mert nem nagyon vagyok rám képbe, hogy ez hol van. Lehet, hogy az egyébnél amúgy. Elnézést, van itt valaki? Ne szórakozzatok már vele. Azt hiszem az egyébnél. Itt van a benzin. Nem itt van a benzin. Most azt azzal keresheted a benzin. Lehet, hogy a raklapos árunál? Aha, itt van. E tudom bírni ezt? Dízel. 250 liter, ez 20 liter. Ezt nem tudom, elbírom, meg most akkor itt hagyjuk, jó van. Azt a betyán. Hány kiló ez? Hasonlás. Megpróbáljuk, jó? Ha nem bírom, akkor rácsesztem. Általamra feveszem. Fegumi pókozunk. Ez szerintem mi... Jaj, jó van, tesó. Nem tudom bebírni, hallod? Nem akarom trükközni vele. De akkor a 20 literes kannát is követni. Jaj, bálat lehet? Milyen bálat lehet venni? Mindent lehet venni. Gyárekék? Pedig a kicsi nőjén vettem. Jó, akkor ezzel futunk. 20 liter üzemanyag köl bele. Megcsináltam magamnak. Te ez meg mindjárt kifolyik te. Na. De jó, hordó az rohadtul itt marad akkor. Aztán majd maximum ide jövünk tankolni. Egyébként tök jó lenne. Mivel tudnám a hordókat fölpakolni? Pout kocsira. Ami nem akar ki ilyen erőmód meg ilyeneket használni. Nem kell bezni, tesó, hogy te. Hallod? Leszívjuk a hízi golfodat. Olyan jó, hogy itt közel van a bolt, mert különben szívnánk. És ezt ugye, ezt a kártyát is például akkor szar, hogy pont arra, ez tök idegesítő, el kell menned a boltba. Lehet, hogy a nagyon-nagyon messze dolgozol vele. És akkor elvileg ez hogy működik? Ide teszem. Hol kell ezt tankolni? Legyen autentikus. Ide teszem a... Jaj, de jó! Úgy, belecsettintettük. De, viszont ez csak 20 liter volt. Akkor már legyen az, hogy... Ezen 20 liter elmegyünk, aztán megtankoljuk teljesen. Hogy legyen valamilyen... Jó, nem egy nagyon durva RP jelleg, de azért... Akkor már sorskártyát tartsuk be. Ugye most az történt, hoztunk bele 20 litert, az el tudunk menni a kutig, jó? Úgy gondolom, hogy ez így lesz a fel. És nem a kutig, mert a boltig megyünk, mert ugye ott van a kar, akkor most tudok tankolni. Hát nem véletlenül bírja ezt sokáig, hát öcsém a 20 litert azt úgy kapta, mint a szal. Hát ez... Öcsém, ez pont efért, hát ez jó volt. Azt hittem átugratunk ezen az autón. Jó, hát tök jó, hogy itt a bolt. Imádom. Mi a szar? Milyen messze vagyok tőle, vajon? Jó, ott a tank hátulja. Na, nyomja. Oké, okay, jó. Meg is tankoltunk. RP jellegű dolog volt, kifogyott az üzemanyag a T-150K-ból. Jó, hát.
Figyeljetek, be kell tartani ezeket a sorskártyákat, még a földet bukunk akkor is. Egyébként basszus, mi van azon a földön, most azon gondolkodok, ami... Ugye nekem van egy földem. Ugye, tényleg van egy földem. Azt meg lehetne nézni addig, esetleg le is lehetne aratni, ameddig ezek itten küzdenek az elemekkel, ezek a gépek. Vetik az arpját. Reméljük, hogy mind a kettő arpára volt állítva, de hát ugye de arra volt állítva, úgyhogy csak jó lesz. Oké, okay, mindjárt megnézek valamit. Hogy állunk itt? Arpa, arpa jó. Figyeljetek, simán le tudnám aratni azt a földet. Nem tudom milyen, biztos, hogy be van érve, akármi van rajt. Nézzük már meg, mi van rajt, srácok. Jaj, de gyönyörű, odani mekkora föld, hallod? 9-esen meg kb. Duplázok. Na. 26-os föld, gyerekek, nyomoz van rajt, azt látom. A búza van rajt, tikoknak jó lenne, de mondjuk... tikoknak jó lenne. Learassa kíper, 26-os, addig le kéne aratni. Figyelj, pici föld, jaj, ebben meg van izé. Van szajré. Úgyhogy... Nem is olyan egyszerű, mint ahogy mondóta először a keeper. Ja! Figyeljetek, addig arassuk le. Közben figyeljük ugye, hogy mennyi vannak a... vetőgépek. Ezt meg... a larpa... Nem, a bab van rajt. Azért van még egy... ennyi babunk is. Úgyhogy... a csomó pénz még... itt elfekvőben van a keeperek. Hányan vagytok? Mi van? Ide egy vonatot kaptatok? Kis bucsára? Vagy mi a szar van? Ennyi van. Jó, hadd dolgozzanak ezek, mert itt úgy látom, hogy van még munka. Ez Kyurichi a keeper, Kyurichi. Nem megy oda a portkocsihoz, mert ugye nincsen szabad gép, hanem hogyan is lenne. Meg pont-e férünk? Azt a betyáró istenet, hát. Ez pont-e fért. Azzal a földdel nem tudom, mit csinálják. Egyébként ezen gondolkodok, lehet, hogy ültetek fát oda. Aztán egyelőre még nem is, de ha lesz esetleg mondjuk egy pont skorpión, vagy valami modolt hasonló csoda, akkor működne a dolog. Egyébként viszont van egy ötletem, megint csak. Azt kéne csinálnunk, gyerekek, hogy akkor az egyik portkocsit a kombájnnal elviszem, és akkor nem kell a gépet is odahúznom. Viszont egy kis búzát akkor termelünk, nem? Na miért ne? Ganyi kupacba tolassak bele. Ez egy szép, csodálatos dom kombányja. Még úgy nem olyan sorskártyát húztunk ki, ami egy egész részig hat. Így azért nem olyan. Tehát gyerekek, ezen nincsen csatoló? Ezen nincsen csatoló? Nem hiszed el. Ezen nincsen csatoló. Ezen legalább volt. A klasszon. Jó, hát ezen nincsen csatoló. Hát de nagyon örültem, mondom, elhúzom a donnal a... autkocsit, azt erre meg nuku. Gyerekek, hát azért vannak bajok. Pont ide az ajtóba. Egyébként tudjátok mivel? A való életben vagyok így, mindig bazza az ajtóba csapom le a garázsba a cuccokat, ahogy belépek, és mindig ilyen tumultus van a... gyerekek. Figyeljetek, valami... valami... jaj, utálom az autókat ebbe... hát uráljá! Persze! Gyerekek, elmegyünk valamire a telekeknek, mert itt ez nem lesz egyszerű. Azt hiszem, hogy itt föl lehet menni, ugye el tudsz... Igen, el tudok menni egész végig. Jaj! Azt mondtátok, hogy... hát benneltek a vizen? Azt a betyáró istenet. Valaki mondta, hogy menjek egy nyugodtan rajt, hát nyugodtan nem mentem, hát idegesen mentem át rajt. Oké, learatjuk ezt a szajrét. Oda nézzé. Gyapot! Egyébként gyapotot ült, izényenek? Magyarországon működik a gyapot? Ez elég érdekes egyébként, hogy így mindenhol van gyapot, nem? Vagy lehet gyapot? Például nem most arra gondolok, hogy ugye van a van egy hegyvidéki, mondjuk a német map, ott is tudsz gyapotot. Hát nem hiszem, hogy az Alpokból olyan túl sok gyapot ültetvény lenne. Ez valamilyen szinten azért lehetne ilyen specifikus. Oké, gyerekek, oké. Learatjuk. Akár mennyi lesz belőle, lesz egy kis búza, meg ugye össze is tudnám hamsterezni a kicsivel. Úgyhogy rendezett százszóres bekapcsolása lesz a pánsokból. És miért ne gyerekek, miért ne? Egyébként kalodázhatnák fát is, mert ugye benn van az a mod is, csak nem tudom, hogy ez nekem jó-e.
srácok, ezt neki is, neki is vágtatok. Ugye akár mennyi lesz rajt, ingyen van. Mert a kicsi hamsterrel esetleg összeszedhetem a szalmát, bár... Nem tudom, hogy ennyi szalma, ezzel bármit is megváltom el a világot. Öcsém, mekkora földek, hallod? Azért az ott van a toppon, mi? Lehet, hogy hosszába kellett volna. Sőt, vagy lehet, hogy körbe-körbe, majd mindjárt fordulva körbe-körbe fogjuk. Na, ide csaptam a szomszéd földjére ezeit a szómat. Tudjátok, régen egyébként a szalmaságba aludtak az emberek? Ezt úgy vágjátok? Mármint, hogy úgy volt, hogy... Én tök emlékszem arra, mármint én még nem, én már nem szalmaságba aludtam, ne, szalmazsákon aludtam, hanem ugye a hegyen nekünk olyan volt az ágyunk, ilyen fakeretes, hát elég modern pincék volt, csak lehet, hogy pont ágy nem volt, és a fotár csinált egy ilyen fakeretes ágyat, és abba szalmazsákot rakott, beletömte a szalmat, és azon aludt, és mondta, hogy régen azon aludta. Abban az időben, amikor még ő volt gyerek. Ugye 35-ben született a fater faluba, és nem volt olyan, hogy most ilyen, mit tudom én, a sezlon, ami ugye már ilyen rugós volt, az már ilyen nagyon-nagyon modern dolog volt. És ugye előtte, a sezlon előtt, a rugós dolog előtt, nem volt olyan, hogy ágybetét, meg mit tudom én, milyen matrac, meg ilyenek, hanem gyakorlatilag zsákba beletömött szalma volt, és akkor az volt, azon aludtak. Hát nem volt biztos nagyon kellemes, meg nem tudom, hogy mennyire lehetett higiénikus, viszont egy poént akartam hozzáfűzni, szoktam mondani, hogy tudjátok, hogy miért raktak a szalmazsákba nádat? Miért kevertek a szalma közé nádat az emberek a szalmazsákba? Mert a bolhárnak a nyakát az elvágta. Úgyhogy jó, ilyen abszolút, persze nem, nem igaz, nehogy azt higgyétek. De azért durva lehetett. Meg mondta, mesélte ugye, hogy úgy volt, hogy gyakorlatilag nem volt se járólap, nem volt se fapadló, hanem földes volt a, vagy nem csak a pincének, hanem a konyhának, meg a szobának is a talaja. És később lett, amikor már ilyen, ez már nagyon modern volt, ugye megjelent a cementlap, az meg ilyen kis kockák, nem túl nagyok, talán 20x20-osok voltak is gyakorlatilag. Hát olyan járólap volt, hogy cementből voltak kiöntve, és akkor ilyen kavicsok voltak, mert nagyon sok helyen még mindig használják, mármint így megmaradt. És azt képzeljétek azt meg ugye, mivel nagyon nem volt olyan építőanyag sem, főleg a falokban, ami olyan elérhető volt, azt csinálták, hogy homok, megtöltötték homokkal a, mondjuk a szobának a belsejét, mondjuk 10 centi vastagon, és akkor fogták a cementlapot, azt homokra rakták le, annyi, hogy nagyon kevés misunggal össze rakták hogy az élét, tehát hogy azért egybe legyen, ne legyen köztük rés, olyan, mint a ki lett volna fugázva, de az így valamennyire tartott is, és homokon volt, és ugye a homok az nem tömörödik. Tehát az lerakod rá, szépen el lehet igazítani, nem kell vele vinkódni, mert földre lerakni az elég kellemetlen, és az évtizedekig, 50 évig az úgy volt, az a homokon nem mozdult meg, és nagyon jó volt, de ez már nagyon modern dolog volt, előtte földes volt. Meg általában ugye úgy volt ezekben a régi házakban, még a mi házunkban is gyerekkorunkban, hogy volt egy úgynevezett tiszta szoba, és ma már nem, vagy az én gyerekkoromban már nem úgy neveztük, de mégis volt egy olyan szoba, amelyik sokkal kulturáltabb, sokkal rendezettebb volt. Erőtök vissza kell ugratnom ide. Sokkal rendezettebb, sokkal kulturáltabb volt. Szépen berendezve, szép szekrénysor, szép szőnyeg, meg minden úgy nagyon kis pedimedi volt, és ugye abba fogadták inkább a vendégeket. Az MTZ, meg kéne állítanom, az most ilyen nagyon jó közel van, nem kéne visszajönnem. Álljál meg, haver! Belőzzük. A balunk elé egy kicsit így. Megállsz? Jó. És ja, még a mi házunkban is, még amikor én gyerek voltam, akkor igaz, hogy nem tiszta szobára nevezték már, mert azért az egész ház azért már sokkal kulturáltabb volt, de mégis volt egy ilyen, olyan szoba, amelyik így sokkal rendezettebb volt a többinél. Ilyenkor az a baj, látod, nem csukódik be az,
Azok a szarok, olyan, hogyha lerakom, meg fölveszem. Igen, ez egy jó megoldás. Le kell rakni, meg föl kell venni. Ha most se akarja. Nem akarja tölteni. El kell menni, távolodni. Hiába nyomom az R-et, nem tölti. Pedig a műtrágyás van nyitva. Hát szeretem. És ilyenkor meg tölti, érted. Jó. Elég macerásik ezek a vetők. És azt nézem, nézd meg, ez is rálapolva megy. Úgyhogy nem jó, valami a munkaszélesség ezekkel a vetőkkel nem jó. De nézd meg, hogy nem teljes szélességbe vet, hanem rámegy már a vetetre, és akkor úgy megy végig. És ezért is ugye sokkal lassabb. Nem, mindegy, jó van, oké. Okay. Félreállok, aztán elindítom. Meg megyünk ugye a másikhoz. Krisztálhoz. Nem sok van ennek vissza, meg a másiknak se túl sok, úgyhogy egész jó. Jól állunk, ezt elindítjuk. Úgy akkor már menjen. Logisztika megint nincs a csúcson. Sajnos, úgyhogy nem vagyunk megelégedve magunkkal, viszont ezek a vetők ezek kezdenek kicsik lenni, mert iszonyat sokszor kell tölteni, de viszont jó, hogy csináltunk egy ilyen kocsit. Mert legalább nem kell lemenni a földről. Egyesével. Mert az még tovább tartanak. Na induljunk el! Ezt meg kár volt megállítanom, mondom, megállítom, ne ordítson itt. Úgy látom, hogy kár volt. Menjünk gyorsabban! Repülőgép! Repülőgépet is kéne berakni. Egyébként van ugye olyan helikopter is, ami ilyen teherszállító nagy tök, amivel akár egy traktort meg egy kamiont is el tudsz vinni, úgyhogy egy idő után lehet, hogy nagyon érdekes, durva modokat is fogunk használni. Pénzével lesz rá a pénz. Lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy nem a vetőt mozgatom, hanem magát Oké, legyük tudóval. Okay. És lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy inkább ezzel állok a rép. Addig, amíg kinyílik a másik. Rájöttük azért. Hol van ez a krisztál? Azért csak rájövünk. De nem, itt sem. Egyszerűen... Hiába nyomsz erre, pedig nyitva van. És el kell távolodnod tőle, csukodjon le. Csukodjál le. Nyílik, és ilyenkor lehet. Barító. Komolyan, barító. Jó, nyomjad neki, barátom. Vagy barátnőm, vagy nem tudom, hogy rúgatja ki a vetést. Oké, ezt itt hagyom. Itt a szélébe. Valószínűleg már elég lesz. Visszajövünk a kombájna. Beengedjük a tyúkoknak ezt a kis búzát. Hát, hogyha még látom benne a jövőben talán valami kisül ebből az egészből. Tök jó lesz, azt is össze lehet szántni egyébként majd. Hozzuk a kombájnal. Hát nem sok lett, 2000. Nézzük meg mennyi a búza, aztán akkor érdemes eladni. Mert igazából mindent érdemes eladni. Látjátok, ez érdemes lenne sílót csinálni. Meg kéne néznem azt az épületet, azt a síló, az síló épület. Igaz, hogy elég olcsó, de lehet, hogy jót tenne nekünk. Búzát akartam 980, tehát akkor... Ez 2000 pénzben lenne, ami benne van. Hát nem azzal fog meggazdagodni, úgyhogy ez marad. Hát ezért nem jó kis földekkel minkorni, mert nézd meg, most az izébe kerül. 2000-et arattunk erről a földről. Bár valószínű, hogy olyan gazdas volt, mint az állat, nem volt semmi család csinálva. Így valószínűleg, hogy több így lejött volna belőle. De mindegy. Használom az utakat, tudom, lecsesztek. Meg így a földszélén megyek. Nem tiprom ki a vetést, bár ez még csak kultivált. Nem tömörítem össze akkor. Na. Mondjuk okosban itt is végig lehetne úgy menni, hogy nem bungatok át azon a folyón. Nem megyek erre, és akkor a hidon átmegyek, és akkor már ott van az én csodálatos kis tanyám. A tanya. Ez már nem tanya, ez már egy nagy gazdaság lesz lassan. Még a bórét is el kell adnom a végén, mert azt mondjátok, hogy ilyen nagyon csóringeres. Itt meg tuskók vannak, nem is kevés. Jaj. Úgy gyerekek, bajok vannak. Félre kell állnunk, mert ezek nem nézek se Isten, se ember.
Na hát ez most el... Na megint egy kis bucsánál ezért kaptak vonatot. Sorompó volt, vagy mi van? Menj, legalább mennyi! Nyomjad neki, Sanyi! A golfal! Variant! A golfnak! Variantnak nevezik! Volkswagen-i variantnak nevezik! Rájöttem baza egy hét múlva, hogy variantnak nevezik a Volkswagen-nél a kombikat. Egyszer volt róla szó, nem találtam, nem tudtam, nem jöttem rá. És hogy... Na, tikoknak ebből remélem ki tudom engedni, az jó lenne. Aztán akkor megoldódna itt a helyzet. Gyárekék, hát mennyit követni? A vetőgép a leginkább problémás, úgy látom. Meg egyébként majd a, tudjátok, mi lesz még problémás a... Nem mondom nektek, a Combine. Ez, azzal lesz még baj itt. Nézzük, hogy ez beleengedi-e. Beleengedi-e ide. Ó, jó. Toljatok, csak megint van két tojás. Na akkor az 25, az, az már 50-et ér, 50 eurót kerestük, gyerekek. Hát többe kerül bazzetben lerakózsgatni itt a... És az nem is fért ide, hogy a szemetek álljon meg. Most már megint itt van egy izé... Jaj, ne, 441 darab, de van talán addig megeszik, úgyhogy akkor majd ki kell üríteni, nehogy elfelejtsük. Mert benn van búza 441. Nem ürítette ki, mert nem fér be ma a TikTokhoz. Egyetek bőven, mert nem fér el. Szóval szemetesnek használom lassan, mert egy Jézus Isten. Nézzük, mennyi az megtöltöttük neki. 2500 liter. 5 liter tojás. Menjetek a francba, TikTok. TikTok! Hát azért még van. Úristen. Úristen, gyerekek! Még rengeteg van. De Jézus Mária, hallod? Ide valami nagyon komoly vető. Nézzük már meg a vetőket, tényleg elsírom magam. Tényleg elsírom magam, mert ez nem lesz itt jó. És mi nézd oda, megtaláltam egyből. Na, úgy látom, hogy itt be kell modolni valamit. Ez 6 méteres, mondjuk ez nem olyan rossz. Olyan dupla akkora. Ez meg az a baj, hogy... Ez egyáltalán nem... Ja, ez meg... Aha, jó, oké. Nem szóltam. Egyáltalán nem mondható retrónak. Meg 3 méteres. Igaz, hogy ugye talajlazítást... is csinál. Be kell modolni nagyobb vetőgépet. Ajjajjajjajjajjajjaj. Azok jöhetnének, mondjuk. Küldhetnétek. Fú, de ez meddig fognak ezek vetni? Nézzük meg az MTZ-nek, mennyi van vissza. Csak az MTZ-nek nem olyan sok, csak az a baj, hogy nézd meg, full teljesítményen megy, a slipje 28, nem bírja elhúzni. Folyamatosan rúg, mint a disznó, héttel tudja húzni ezt a vetőgépet, ájjáj. Meg ráadásul nézd meg, hogy félig átlapolva megy. Gyerekek, elveszem tőle, aztán szerintem belehúzunk, hogy legyen meg ebben a részben legalább a vetés. Hát nem gondoltam volna, hogy ez eddig tart. Jó, el is veszem tőlük, mert ez, úgy látom, hogy ezek nem nagyon vannak a helyzet magaslatán. Itt le is kellene húzni. Meg a két végét lehúzzuk, addig talán végez a másik. Csoda lény. Á, ez a vetőgép, ez kevés lesz nekünk, meg a traktorok kevesek. Azért ezekhez a földekhez meg már kevesek vagyunk. Milyen durva, hogy erre kell rájönni. Mi itt a keepernek, hogy... Van nagy földed, de millió évig munkálod meg, akkor nem vagy nagyon előbbre, nem? Meg ráadásul izéve húzott nyolca. Nyolca húzza, gyerekek, nem baráti. Jó, hát ezt le kell húzni, oda-vissza kétszer megint, másik felét oda-vissza kétszer. Meg addig végez talán ott, meg akkor végzünk ezzel. Ebben a részben csináljuk már meg ezt a vetést. Következő részben legyen. Nem tudom, addig föl kéne dobnom valami témát, azon agyalók. Azon agyalok. Számítógépes gamer dolgokról kellene beszélnünk, azon gondolkoztam. Azt múltkor így magamban elgondoltam, hogy miről szeretnék, meg hogy... Mikkel játszottam? Beszéltem múltkor ugye a PC kalandomról, hogy mi volt, Tesomnál, meg a számítógépes kalandomról, Wolfenstein, Doom,
HLX, Aladdin, Guts, meg ezek, de az ilyen... Utána volt egy nagy ugrás egyébként, így a játékos pályafutásom során. Utána, amikor leginkább találkoztam így számítógéppel, az akkor volt, amikor a haveromnak volt egy, azt hiszem először egy 486-osa, és utána képzeljétek, volt neki egy csodálatos Pentium 2-ese. És a Pentium 2-esen voltak már olyan játékok, amik ilyen nagyon-nagyon lenyűgöztek. Ez körülbelül olyan 2000 körül lehetett, talán kicsit előbb. Hát azt tudom, hogy a Half-Life 1 akkor jelent meg, és a Half-Life 1 az annyira lenyűgöző volt számunkra, hogy ketten nyomtuk. A haver váltogatta a fegyvereket, én meg mentem és gyűkoltam, és így itt toltuk végig egy számítógépen, egy Pentium 2-esen, itt toltuk a Half-Life 2-t, az nagyon lenyűgöző volt, mert ugye ott már volt sztori, meg olyan tök érdekesnek tűnt az egész. Nem Half-Life 2, Half-Life 1. Remélem, hogy nem mindig nem beszéltem, ugye Half-Life 1-ről van szó. Meg még ráadásul mivel játszottunk? Akkor kipróbáltunk mindent. Én nekem a Cézár 3, egy stratégiai játék, az nagyon tetszett, azt ott ismertem, meg ott játszottam vele. Meg még mi volt? És de olyan szinten ráfügtünk egyébként, volt, hogy elmentünk ilyen bálba, régebben bálba szoktunk menni, ilyen falusi bálba, mit tudom én, ilyen Delta, meg ilyen környékbeli zenekarok így, ahol játszogattak, és volt olyan, hogy a bálba kitaláltuk, hogy úristen, menjünk haza, mert inkább játszunk. Annyira rá voltunk kattomba. És akkor hazamentünk, hajnali kettőkor hozzá, és akkor ott toltuk neki. Így nagyon jó volt. Figyeljetek, itt kihasználom az időt, ha már egyszer földfele megyünk, akkor húzok egy csikot. Ugye? Kellemes, te hasznosan. És akkor, ja, mi volt utána még? Igen, hát emlékszem, hogy Rainbow Six legelső része nem futott neki, csak úgy, hogy egy 3x3-as körülbelül, most ezt komolyan mondom, centis, ott lehetett állítani még, hogy mekkora felbontásba játszol, de olyan szinten, hogy akkor nem nagy képben maradt meg a játék, hanem gyakorlatilag ilyen kicsi kockába játszottál, és úgy futott normálisan, hogyha ilyen icipicibe játszottál vele. Rainbow Six, emlékszem. A Cs-vel akkor már találkoztunk, mert ugye nem volt más a Cs 1.6, mint egy Half-Life 1 modifikáció. Azzal izébe találkoztunk, internet kávézóban. Volt egy internet kávézó Zalaegerszegen, az egyetlen, és akkor ott ilyen katódos monitorok, P2-esek, talán P3-as még talán nem is, vagy volt már P3-as, és akkor ott találkoztunk először Cs-vel, Cs1.6-tal, vagy talán még a kezdetlegesebb verzióval. Ezt néztük, hogy játszanak egymás ellen brutális grafikán emberek. Úristen, interneten nagyon sokan, vagy éppen lamba ott. Az nagyon lenyűgöző volt. Ugye ez még bőven az olyan korszak előtt volt, mint amikor lampartikra jártam. Na és akkor, amikor legelőször volt számítógépem, a legelső számítógépem egyébként, elég későn lett, akartam mindig, így nézegettem hirdetéseket, újsághirdetéseket, ilyen bazár újsághirdetéseket, és akkor ott leírták, hogy mi, azt se tudtam, mi van, hogyan, nem nagyon értettem hozzá. Én legelső számítógépem, emlékszem, hogy újon vettem meg, de monitort azt a haveromtól vettem, egy talán még 15 colos, se volt talán valami 14 vagy 10, nem tudom, valami 13 colos katódos monitor volt. Olyan gömbölyű képcsőbe volt, hogy amikor eladtam azt a számítógépemet, akkor jött érte egy fickó és kérdezte, hogy nem lehetne úgy, hogy ő neki nem kell a monitor. Mondtam, azt viszem mindenképpen. Nem, akkor biztos olcsóbban kapnám meg, mondom, nem, mondom, akkor drágábban fogod megkapni, mondom, hogyha nem kell, de majd csak már vidd innen. Ja, és izé volt. Fú, igen, valami 14 szolos katódos monitor volt. Ezt itt le kéne húzni, ugye? Ez ben jól csinálok mindent, ugye fogy mindenem?
Érdekes, valami nem stimmel itt. Fogy? Működik ez minden? Az árpa miért nem fogy? Ja, jó van, oké, fogy. Azt nézem, hogyha vannak ilyen kis hibák, azokat próbálom ugye kijavítani. Meg ott arra is van. Végighúzzuk. Addig beszélek erről. Igen. És a számítógép egyébként nem volt más, mint egy 1.7-es, 1700 MHz-es Celeron. De ugye ez vagy egy mag, meg ráadásul Celeron, ez egy ilyen rettenetesen gyenge gép volt. És videókártyám az egy MX440-es GeForce volt. MX440-es, hát ez megint egy ilyen borzalmasan gyenge videókártya volt. A RAM-om talán volt 256 megabyte, ilyesmi volt. Úgyhogy ez ilyen nagyon egyszerű volt, de viszont nagyon örültem, akkor tudtam játszani játékokkal. Azon az iszipici monitoron, mindennel is játszottam. Az volt a durva, kár, hogy nincsenek meg, de viszont megvannak azok a felvételek. Képzeljétek, nem tudom milyen indítatásból, akkor még nem volt YouTube. Meg nem volt a gameplayek se, meg nem volt YouTube, nem volt szinte internet korszak hajnalán volt, amikor ott volt szinte senkinek nem volt internetje. Mindjárt megyünk visszafelé, aztán ott is dolgozunk akkor, besegítek neki. És azt tudom, hogy akkor volt kamerás telefonom, valami Sony Ericsson, de ilyen nagyon ratyiba, és azzal fölvettem, ahogy játszom, ilyen fészkevet, nem tudom milyen indítatásból, kíváncsi voltam szerintem saját magamra, hogy mégis én mégis hogyan játszom, milyen képeket vágok, akkor azt hiszem már fírrel játszottam, és izé volt, és azt fölvettem, és utána visszanéztem. Természetesen nem tudtam rárakni a gameplayre, csak így valamilyen kíváncsiságból. Jó, és ez a következő számítógépem, az nem volt más már, lecseréltem ezt, és egy hypertradinges, az már jó volt, valami 3000 MHz körüli P4-es. A hypertrading az hasonló volt, mint hogyha két magos géped lenne, de egy mag volt, de ott már két külön szál futott. Tehát az jó, mert külön tudta kezelni a különböző folyamatokat, de mégis egy magon belül. Az jó, ez egy nagyon jó erős volt, az egy Prescott magos volt. Ugye a Northwood magos P4-esek voltak a... Mi az? Az egy magosak, és egy szálon futottak, a HT-sek voltak a Prescottok. Az egy nagyon jó, viszonylag akkor jó gép volt, és akkor cseréltem a videókártyámat, 5200 GT, Nvidia 5200 GT, talán ilyesmire. 5200 GT volt, igen. Következő videókártyám 5700 volt. Azt egy 220-os ventilátorra hajtattam. És körülbelül 80%-kal húztam túl. Úgy tudod futni rajta Driver 3. Mert különben akart. Nem tudom, Driver 3-ra bárki emlékszik-e, ilyen narancssárgás kép. Aztán Nizzába lehet menni vele, Miami-ba, máshol nem, talán. De mint hogy három. Hoppá, kifogyott a műtrágya. Jó, hogy észrevettem. Pont most fogyott ki, úgyhogy jók vagyunk. Igen. Pillanat, srácok, pillanat. Elmegyünk műtrágyáért, aztán ebben a részben szerintem be kellene fejeznem a vetést, mindenképp megőrülök, hogyha még egy részbe vetnem kell. Mindenképp ide, gyerekek, hogyha ezt tovább folytatjuk ezt a sorozatot, és miért ne folytatnánk, akkor valami eszméletlen nagy gépeket kell beszervezni, mert a Keeper az vadul meg ettől az egésztől. Viszont, ha itt vagyunk, szérül, akkor meg kéne tölteni a Kristálnak a tartályát. Ugye? Hogy akkor már végezzem, fogjon el neki. És akkor közben mindjárt megtöltöm a Kristál tartályát, akkor folytatom a számítógépes evolúciómat. Na, látjátok, meg kéne állítanom a Kristált. Hoppá, elégurunk! Hoppá, álljál meg! Jó, semmi baj. Oda húzzuk. Oké. Miért mindig a másik oldalon száll ki? Mag meg volt. Nagyon jó.
Talán jó lesz. Nem jó, jó van, megint tolatgathatok. Csukd be ma, légy szí. Oké. Nyit. Ilyenkor megtölti. Őrület. Örület, hogy ezzel szenvedni kell, de hát jó, ennyi baj legyen. Oké, mehet tovább. Visszük a MTZ-nek a műtrágyát és a magot. Viszont gyerekek, oké, hogy szenvedni kell ez a baromi nagy földre, de itt annyi pénzünk lesz, hogy azt így el nem tudjátok képzelni. Hát itt szerintem ilyen tényleg ilyen száz, bőven 100 000 felett. Úristen, hát ez hatalmas. Úristen, és ide tényleg nagy képek kellnek. Hát az aratás lesz egy leányállamám, komolyan mondom. Meg ráadásul, úristen, valami kell, ami hordja, mert... Úristen, azt a sok árpát, azt hogy fogom elhordani, srácok? Na, itt megcsinálom azt, hogy inkább tolatgatok, mert... Így is, úgy is azt kell, sajnos. Oké. Okay. Jó, zárd be. Oké, meg is történt. Jó van, gyerekek, frankó. Nehogy véletlenül rosszul csináljuk. Oké, 150 000-t ezt meg kéne állítani. És az MTZ-vel tovább kellene vetni. Oké. Jó, na, és akkor mi? Igen, hol tartottam? Igen, 5700-asom volt Nvidia. Na, ott, ezek mind ilyen egyébként ilyen 30-40 ezeres kártyák voltak, szóval nem voltak túl drágák. Általában újat szoktam venni. Régen sokkal nehezebb volt venni használtat, mivel ugye, hogyha nem volt a haverodnak éppen aladó, akkor nem kellett venned, mert hát honnan? Mert maximum újsághirdetésből. Ugye, még mindig ott tartunk, hogy nincs internet. És akkor... Jó, Sanyi, mindjárt megyünk, nyugodj meg! Mindjárt megyünk. Már azért, már mehetnék van itt puffogtat mellettem Sanyika. És akkor mindig újon kellene mennem, ugye számtekboltba tudtam venni alkatrészt, Max Havertól, de hát Havernak nagyon nem volt. És a következő videókártyámat vettem gyakorlatilag újon, és akkor nagyon drágán. Ugye ez ilyen 2000... Pestbe 10 hektárt, szuper. Ez ilyen 2000-es évek talán közepe. Szóval ez még mindig ilyen, a fizetés az ilyen 70 000. Abba gondoljatok be, 70 000 forint volt egy ilyen átlagos munkás keresete, de ezt lehet, hogy sokat mondok. És akkor vettem 89 000 forintért, nem tudom már pontosan 6008 valahányos videókártyámat. Hú, az drága volt, ugye? Több mint egy havi fizetés, hát olyan, mint hogy most körülbelül venni 300 000-ért egy videókártyát. És igen, az jó volt, ez nagyon-nagyon jó volt. Az, még egy nagyon drága videókártya volt, amit vettem. Ugye az meg nem volt más, mint az 1900... Atira Deon volt, az 1990-es vagy 80-as, valami nagyon... Nagyon beteg állat videókártya volt, az volt még borra. Egyébként utána ugye volt Core 2, Duom, két magos processzor, retteltesen gyenge volt, azt utána nem is tudom, hogy mi volt a következő lépésem már. Valami Quad, ugye így végigjárta az emberek ezeket a lépcsőket, ugye akkor még nem volt az I kategória, nem volt I3-as, meg I7-es, ugye utána jött, bőven később jött be az I7-es, meg az I. Az I kategória ugye az Inteleknél. Előtte ugye voltak a Duo, meg a Quad processzorok. Ezek a processzor családok voltak. Aztán amikor, nem is tudom, amikor videóztam, akkor mivel? Min volt? Azt hiszem AMD-n volt. Ha jól emlékszem, AMD processzorral kezdtem a videózást, valami... Talán valami 6 magos AMD-vel kezdtem? Úgy emlékszem. Na gyere ide! Sanyi most fölkéletődik az ember, úgyhogy lehet, hogy itt zörögni fog. Reméljük, hogy nem fogja megnyomni a videó felvétel megállítást. Hát ki itt, mert akkor megőrülök tőle.
Meg a gyerekek, el akarom vetni. Tudom, lehet, hogy egy kicsit unalmas számotokra ez a vetés. Mindenképpen reformálni kell ezt a TS-t, mert most egy kicsit elcsüggettem, hogy ennyit kell dolgozni. Egyébként remélem nem halljátok be ilyen cuppogást, nyalogatja a kezemet Sándorom. Viszont tökéletes a föld, azt ne felejtsük el, ugye? Kétszer trágyázva, első növekedési fázisba belepörgetünk az időbe, lepermetezzük, gyakorlatilag mást most már nem kell csinálni, hogy lepermetezni ezt a földet. Mindig azt kell szerintem faragni le, mármint abból kell időt lefaragni, amelyik a legrosszabb egy gazdaságban, mint például, nem, menj odébb, Sanyika. Például, hogyha van egy számítógéped, akkor is ugye mindig olyan gyors számítógépen van, mint a leglassabb komponense. Tehát, hogyha szar a processzor, hiába jó a videokártyát, mert ugye a szar processzor nem fogja normálisan meghajtani. Hogyha van egy brutál jó processzorod, de nincs jó videokártyát, akkor úgyse fogja tudni megjeleníteni a dolgokat. Tehát mindig a legszűkebb keresztmetszettel kell csinálni valamit, tehát ebbe a gazdaságba is azt kell felgyorsítani, ami a leglassabb. És a leglassabb az nem más, mint a vetés. Ezt most már láthatjuk, ugye. A vetés az borzalmasan lassú, a kultiválás nincs ilyen lassú, a vetés a leglassabb. Valószínűleg, hogy az aratás böszme lassú lesz, úgyhogy lehet, hogy fogunk venni még egy Dawn Combine-t, ami olcsó, de lehet, hogy megnézzük inkább a forsütteket, a klassz dominátorokat, hogy azok mennyibe kerülnek, de itt valamit kell reformálni, mert vért fogunk izzadni ezekkel a gépekkel, ezekkel az eszközökkel. Baromi nagyot fogunk használni a következő aratáskor, de viszont azzal a pénzzel megfelelőképpen azt is kell osztani. Ezt most elindítom segítővel, és megnézzük a Zetort, mert a Zetor is itt küzdám, mint a disznó a jégen. Hát is veszem meg, kezd vadítani. Gyorsan két húzásba húzzuk le. Kevesebben már nem fogjuk tudni, az biztos. PV! Úgy van neki, húzzad neki! Úgy van, nyomjuk. Gyerekek! Komolyabb betők kellenek ide, komolyabb betők. Meg nagy kapacitás, ugye nem, akkor nem kell ennyit logisztikázni, hogyha tudom én, beleférne ebbe több ezer liternyi. 132 liternyi trágya fér bele, műtrágya. Ez semmi. Egyébként azért megyek most átlapolva, teljesen mindegy, mert úgyis úgyse tudom áthúzni az egészet. A csik mindenképp megmarad. Jó, és akkor végeztünk a vetéssel. Ez egy csodálat, azt a betya, ekkora föld, hülye vagy. A következő az meg akkora, mint ez most az összeszántott együtt. Jó, gyerekek! Hallod, ide mindenképp akkora gépek kellenek! Nem szabad megvenni még egy földet, amíg nem lesz itt géppark módosítás, mert itt baze órákig, napokig fogunk vetni ezekkel a kis kutylukkal. Be fogok modolni ezeket, autentikus természetesen vetőgépeket, nagyobbakat. Lehet, hogy még fogunk bemodolni néhány dolgot. Ide a vetőgéppel van ugye az a legnagyobb probléma, az kicsi. Figyeljetek, hát valószínűleg a 180-as rábát megkövennünk. A szemhordással is lesz baj. Mert ha két kombájnunk van, nem fogjuk tudni elgyőzni. Nagy reformálásra van szükség. Gyerekek, itt nagy reformálásra van szükség. Az MTZ meg elvileg végeznie kellene, nem tudom mit szarakodik meg. De miért véget a Földön? Véget ért a Földön, miért fordul vissza? Ezt már bőven lehúztanám, gyerekek? Nehogy már visszajöjjön, úgyhogy... Álljál meg, barát! Most mit csinál? Hát jó van. Lehet, hogy itt hagyott egy csíkot? Ez a próbál valamit csinálni. Jó, hagyjuk rá. Próbálkozzon, érvényesüljön. Találja fel magát, gyerekek, találja fel magát. Hú, de most megmondom őszintén, baromira örülnénk egy ilyen sorskártyának, egy multi sorskártyának, és lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy be fogjuk többször rakni, hogy többször legyen multi, mert a Keeper baza itt ered vág. Csak írta, hogy befejezte a munkát. Úgy,
Így megfordult és visszatolott egy kicsit. Jó, oké. Én hiszek neki. Ügyecsém gyerekek, mekkora fölte Jézus Isten. Eddig lehet eltávolítani? Jobban meg tudjam nézni eddig. Hát ez nem kicsi. De itt a mellettem lévő, elmondom nektek, hogy van akkora, mint ez a 200-szanda tuti. De édes Isten, ezt a... Na figyeljetek, ez ami most van ugye, ami gyakorlatilag a 10-es-11-es, ezt össze kell szántanunk a 9-essel és a 8-essel. A távolodási célok ezek lesznek, de ott már nagy gépekkel. És akkor ezen... Borzalmas. Hát hogyha ezen szerintem le fog jönni egy 120-130 ezernyi pénz az simán, vagy több, akkor annak a háromszoros is... Itt ilyen fél milliók ugranak erről az egész nagy területről majd. Egy. De ide tényleg kell nagy gépek. Legalább, mit tudom én, Klossz meg a Combine-ból legalább kell 4. Erre, itt az összesre. A 4, de az nagyon minimum. És azok folyamatosan menjenek. Rámastelgelben minimum 4. IH tárcsákkal. Nagy vetőkkel. Szintén. Itt nem szabad izajelni, nem szabad itt kisgépezni, mert megbolondulunk gyerekek. Megbolondulok. Én legalábbis megbolondulok. Ekkora vetővel ilyen földet, hogy evetett a keeper. A szemem álljon meg, még egyszer ezt megcsinálom. Komolyan mondom. A szemem álljon meg. Na jó van, szerintem gyerekek, elbúcsúzom. Mindenképp időpörgetési téma lesz. Kapásból. És akkor egy permetezés után mindenképp elkezdjük az alatást, de erősen gondolkozok, hogy bevegyek-e még egy donta buliba. Mert ezt, amire megint learatjuk, az azért nem lesz számít egy mulatságos. Félreállok el belük oda egyelőre. Ezt időpörgetés. Mondjuk az egyikkel be kéne mennem mindenképpen. Na ugye valamikkel permetezni is kellene majd. Jó, permetezés az hama lefutja, az nem lesz nagy gond, de... Fú, az... Megijedtem most ezektől a nagy földektől. Azt a rohadt élet, mekkora ez a föld. És jó, tudom, hogy vannak nagyobb földek, meg valaki játszik nagyobb földön, biztos vagyok benne. Közületek is van ilyen, de ugye nem akkora gépekkel, Máriám. Nem 80 lóerős gépekkel, meg 100 lóerős gépekkel. Meg 3 méteres vetőkkel, meg ilyenekkel. Na, beviharzunk vele. A tolatást legalább kezdek ráérezni, gyerekek. Úgy beteszem ide, mint a sic. Jó, oké. Akkor következő van. Megkapcsolás. Hát ez nem gond, erre nem gondoltam volna, hogy az eddig el fog tartani. A vetést azt kell leginkább megreformálni, mert itt megbolondulunk. Gyerekek, meg fogunk bolondulni. Aratás vetés, ez a kettő, ami nagyon reformálandó. Úgyhogy nagy vetőgépek jönnek a következő rész után. Meg valami nagy gép kultiválásra. Jaj, megint pénzhiányban vagyunk, komolyan mondom. Esküszöm, pénzhiányban érzem. Most megint pénzhiányban érzem magam. Na hát ez a tojásnak is azt hittem, hogy nagyobb lesz a hozama. Meg nagyobb pénzt fogunk vele keresni, de úgy látom, hogy ez nem sikerült. Jó, ez itt jó lesz nekünk, gyerekek. Oké. Ez van. Elbúcsúzom. Következő részben valahogy meg kellene termelni. Lehet, hogy nagyon gondolkozok még egy dolgot. Várjatok, megnézem a kombájnokat. Az kombájnok is bezem. Honnan szerzek én kombájnokat? Olyan rohadt drága minden, mint az itt állat. Nézzük, csak a modok, ugye. Ezt örökre elfelejtjük, ugye? Nem akarom. Kárt ez az 15 ezer? Tukádó? Jó, mondjuk ezt már azért nem. Nem a gyengéket. De mondjuk itt... Nominátor 106-os. 40 ezer. Mondjuk ezek, a kettő nem reális. Nagyon. 190 lóerő. Ez meg ide. 108 SL. SL, Merci. Mega. Ami leginkább megéri. Az én nem mondom nektek ez. 20 000. Liter.
Viszont ez meg... Ha... Egyébként egy don, bazza, még lehet, hogy be fogok szervezni egy dont. Nem? Komolyan mondom, lehet, hogy dont be fogunk szervezni még. Forsvitek, 14.500 literesek. Nem valami tökéletesen vannak megcsinálva itt a modok, az a baj. Áradás szempontjából, meg minden szempontjából sajnos. Lehet, hogy egy don fogunk venni még. És kettő kombájnal aratunk, gyerekek. És győzöm elhordani, ugye? Na jó, el is búcsúzom, mert tényleg már fájlítom a szívem, annyi mindenre kellene a pénz. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsom és ődésztel.